Perei Gábor lótenyésztő szakmérnök, mérnök tanár, nős, két felnőtt fiúgyermek édesapja. Perei Gábor vagyok, Gyuláról érkeztem, a Gyulai Lovas Turisztikai Sportegyesület elnöke és lótenyésztő tanár. Gyermekként Gyulán születtem, olyan családban, ahol édesapám tűzoltó volt, édesanyám egyszerű női szabó, és iskoláimat is ott folytattam, Gyulán Zerke Ferenc gimnáziumban érettségiztem, majd főiskolára kerültem, a Hódmezővásárhelyi Állategészségügyi Főiskola volt, akkor az Állatorvos Tudományi Egyetemnek a főiskolai karára. Lószeretetemmel nagyszüleimnél és édesanyám bátyjánál ismerkedtem meg. Ő a 60-as években is megőrizte egyéni gazdálkodó mi voltát, így lovakkal művelte a földet, és akkor már kisgyermekként a ló közelbe kerültem, a lóval együtt nőttem fel úgymond, amit bírtam, mindig megcsináltam, és akkor is kezdtem el lovagolni is. Majd később a lovaglás abban maradt, a gimnáziumban atlétizáltam, és később kerültem a főiskolán ismét ló közelbe, ahol lehetőségem nyílt 2 évig a Csongrád megyében díjugratóként versenyezni. Majd Gyulára hazakerülve akkori Munkácsi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe középvezetőként helyezkedtem el, és lehetőségem ismét adódott, hogy versenyezzem már akkor Békés megyében otthon gyulai színekben díjugratóként. Majd következő évben átültem a Vakra, és 1 évet fogadhajtóként versenyeztem. Így felmerült a gyulai lovas barátokba, lovas ismerősökbe, hogy létre kellene hozni egy egyesületet, és akkor már egy meglévő egyesületnek egy név változtatásával kerültünk pozícióba, és lettünk a Gyulai Lovas Turisztikai Sportegyesület egyik legelső lovas egyesület egy lovárosának. Megtiszteltetésnek ért, hogy a Gyulai Lovas Turisztikai Sportegyesület elnökének megválasztottak a tagság, és ezáltal sikerül belelátnom, összefogni azt a részt, azt a turisztikai lovas dolgot, amelyet a tagjaink végeznek a városban, a városért, illetve a saját vállalkozásukért. Van olyan tagunk, amely gyermektáboroztatással, főleg nyári szünetben lovagoltatással foglalkozik. Van tagunk, amely tagyamúzeumot üzemeltet, lovagoltat, kocsikáztat, és természetesen tagjaink közt van már nyugdíjas is, aki hobbiból pónilovakat tart és kisgyermekekkel foglalkozik, azokat lovagoltatja. Rendszerváltáskor a termelőszövetkezetek átszervezése miatt középvezetői beosztásom megszűnt, munkahelyem és lehetőség nyílt átlépni az oktatás területére, amelyet úgy éreztem, hogy a lovasoktatással, az utánpótlás nevelés, a gyermekek, illetve szakmunkás tanulók megszerettetése a lovaglással. Elekre kerültem az ottani mezőgazdaságipari középiskolába, ahol első években sikerült egy voltis csapatot létrehozni, eleki helybéli gyermekekkel, 5. osztálytól fölfelé, illetve a szakmunkás tanulókkal. Állandó kapcsolatom volt a lóval, egy családi esemény miatt saját lovaim is lettek, de főként a munkámnak éltem, amely ugye lehetőséget adott arra, hogy az ifjúságot tudjam nevelni, képezni. Eljutottunk a 2000-es évekig, átszervezve a oktatási területet, megindultak a lótenyésztő szakmában is az országos versenyek, ahol szakmakiváló tanulója verseny címén több versenyen szinte minden évben részt vettünk, ahol a dobogós helyezést elért tanulók után, mint felkészítő tanárok, Bosznai László emlékérmeket kaptunk a Mezőgazdasági Minisztérium Képzési Szaktanácsadási Intézete által alapított díjat, így ebből sikerült 2004-ig 5
díjat összegyűjtenem. Ezért 2004-ben a Békés megyei Sportszövetségek Érdekszövetségének a szervezetétől egy emlékplakettet kaptam a Békés megye lovasportjának a tevékenykedéséért. Közben hozzáfogtam, ugye a lóról leöregettem, és versenybíráskodásval folytattam a hétvégi tevékenységeimet is. Majd 2004 után, 2005-ben a pedagógusi pályámat a Eleki önkormányzat ismerte el, ahol Elekváros pedagógusának választott a 15 év oktatónevelői munkám elismeréséül. 2010-ben felkért a Mezőgazdasági Minisztérium Képzési Intézete a lovas túra vezető tankönyv megírására, melyet 2011. augusztusában megjelent, hogy a képzésre eredményes lehetőségeket tudjunk folytatni. Lett egy kis átszervezés a oktatás terén, ezért Eleket ott kellett hagyjam, és a Gyomai Mezőgazdasági Középiskolába kerültem át, ahol beindították előző évben a lótenyésztő képzést. Először két évet óraadóként jártam át dolgozni, oda oktatni ismét a tanulókat, majd 2010-től véglegesítettek. Itt ismét egy olyan szakmunkás tanulói csoportot kaptam, amelyből kiemelkedő tanulónkkal sikerült az országos versenyt megnyerni, így már első állandósított tanévemben Betlen emlékplakettet kaptam a munkáltatóktól, az iskolától. A lószeretetet megpróbáltam a családnak is átadni. Feleségem partner lett ebben a lószeretet átadásban, hiszen a megszületett nagyobbik fiunkat abban az évben fogadhajtóként, ugye említettem, versenyeztem, 6 hetesen már a pálya szélére kihozta a babakocsiba, amely nagy örömet jelentett nekem is és a család többi tagjának is. Elkezdett növekedni a fiú, szerettem volna lovasnak nevelni, így felültettem a lóra. 2,5-3 évesen már futószáron lovagolt, 8 évesen a lovastorna gyakorlatokat megcsinálta, és utána ő leszállt a lóról. Nem kíván tovább a lovazással foglalkozni, és közben megszületett a kisebbik fiam, természetesen ő vele is végigjátszottam ezt a játékot, hogy hát, ha lesz belőle lovas, elérem azt, hogy saját lovakkal versenyeztessem a gyermekeimet, nem csak a másokét tanítva, hanem a sajátommal is tudjak foglalkozni. Olyan szintre eljutott, hogy ha olyan lovas közegbe kerül, hogy fel kell ülni egy tereplovaglásra kimenni, tudja teljesíteni, illetve még saját lovaim voltak otthon, addig mind a két fiú aktívan segített, etetett, ellátta, de kimondottan, hogy a lóhoz oda mentek volna, úgy időt, pénzt vagy fáradtságot nem kímélve ott lettek volna a lóval, ezt nem tudtam sajnos náluk elérni. Most már felnőttek, egyik Szegeden tanul, a Szegedi Egyetemen, a nagyobbik az képészmérnöknek készül, de nem szakadtak el annyira a lótól, mert támogatnak a háttérben, ha azok a mással nem, azzal, hogy amikor lóversenyen bíráskodom, vagy egy nemzetközi fogadhajtó versenyen bíráskodom, otthon ellátják a otthoni feladatokat, a feleségemnek stabil, biztos segítő társai.